Csekkoljátok le a weblapunkat www.katapultdj.hu. Wow, Rádió Plus a sikeres Tuszkál, pontosan 5 perc múlva 11 óra is. Hát örömmel jelentem, hogy most már kezdetét veszi a nagybetűs nyárindító, hiper-szuper nyitó buli a Katapult DJ team-mel az élen. Már ön Bozoki és Lipóci hamarosan majd itt a lemezjátszók mögött is tiszteletét teszi. És természetesen, ahogy értesültem, ma se hagyták otthon a kamerájukat, tehát majd erről a buliról is egy frankó kis videómontás biztos, hogy készülni fog, amelyet majd mi is a weblapunkon természetesen publikálni fogunk. Parti Plus extra élőben itt a Rádió Pluszon, a Bordányból, a Klub 1001-ből. Na gyere! Szia Rita! Hello, mi újság? Én kérdezem. Én jól vagyok, köszi. Aha, látom. Tök jó, ilyen külülsz madag. Tök jó. Ha megpróbálok behatolni a pultba, behatolunk a pultba. Szerintem meddig szok. Te iszol ma? Soha nem iszom. Mit hoztál? Jéger. De ez pont a bomba. Hát ez most pont a jéger lett. Aha. Le van vele! Mi a pálya? Csajka, vigyál le kicsit! Andor iszik, évezetek! Andor iszik, évezetek! Sofőr nélkül! Ez van, bazdmeg, ez van! Nagyon nagy baj, nagyon nagy baj! Én ma 2:30-kor már smárolni akarok veled. Hát azt szarít, mert nem fogsz. De miért? Csak. De Rita, smárolj már velem. Nem megy, sajnálom. De miért? Nem kívánsz engem, Rita? Nem. És ugye szexi diszkós vagyok. Ne, voltál valaha? Na köcsög! Még lehet? Én egy kicsit búcsúzom! Kérek egy hatalmas sikolt! Az innentől játszó Katapult DJ-nek! Én semmivel is adhatnám át a pultot, mint a Csaba kedvenc dalával tőlem. Jó. Csá! Katapult DJ blog, ne ijedjél meg! Ne mondta meg a seggem! Megyünk Bordányba, hivatalosan egy nyárnyitó partira megyünk. Kabátba, bazd meg, kabátba! Bölcseki, alig fázom. Rita, mit csinálsz? Bulizok! Jó van! Elveszem a jégeredet. Na, csak óvatosan. Na, akkor jó a tánc? Fanta bomba jéger, mi? Na, egy jégerrel együtt azért csak jó a tánc. Hát az kurva sok jéger kéne, hogy jó legyen. Épp kötyet vásároltam az öltözőben, húztam fel a nadrágomat a tanga pudingra. És ezért csak a tánc! Gyorsan kirontam, mondtam, hogy nem kell a nadrág. Bazzek, köcsögök vagytok, sajnok. Rohadjatok meg, mint ketten, bazzek. Szeretünk titeket? Jó, nézzel ki! Azt nem tudom, de jó ez az elemergercsi, nem? Jó ez! És a megszokott műsoridőn kívül természetesen már réges-rég túlléptük azokat a határokat, amit ilyenkor megszokattunk, de ez egyáltalán nem probléma. Élőben itt vagyunk Bordányban, a Klub 1001-ben jelentem, és hát a hangulat az nagyon fergeteges. Komolyan mondom, megérkezett Bozoki és Lipóci, a Katapult DJ-k itt vannak és kész. Azt hiszem most jelenthetjük be a teltházat. Mert hogy alig lehet lejteni egy tűt itt a tánctéren. Na jó, azt még talán igen, de aztán nagyjából ennyi a dolog. És itt vannak a csajszik is a DJ-pult előtt, komolyan mondom, szédületes táncos hölgyek. Hát a szívem szakad meg, hogy nem a DJ-pultban vagyok, hanem itt a rádió stúdióban mellettük. Nem baj, azért innen is nagyon szép a látvány, el kell, hogy mondjam, szóval jól érezzük magunkat, és teljesen jó, hogy itt vagyok az aréna kellős közepén, és innen rádiózhatunk nektek, azoknak, akik otthon vannak, vagy a munkában, és elvihetjük nektek ezt a partit, szóval hajrá, fiúk, lányok, írjatok SMS 06 30 30 30 0 30-ot a számunk. A közönség óriási és dobol! Hihetetlen a látvány.
Ki vagy éheztetve, ezer éve nem voltál bulizni, mi? Bulizni nem voltam, az tény. Jó buli lesz ma? Igen, 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 igen! Helyes! De semmi csöcsvillantó nincsen ma? Vagy lesz? Nem mondod? De! Gyerünk sajok! Figyelj Rádió Plusz! Halljam! Most! Hangosabban! Figyelj! Alakul! Egy kicsit izgatott vagyok ma. Alig aludtam, de egy kis rend, meg egy kis víz segít a dolga mindig. Mert tényleg izgatott vagyok, ki kell próbálni az új zenéket, most itt a nyár. A lányok vetkőznek, igazi backstage-ben vagyok, ott a DJ-pult. Gabriel játszik. Úgyhogy már rá kell tenni magukat. És a rádió élőben közvetíti, amit dolgozik. Úgyhogy igyekezzél keveset imádni! Az egyik nagy kecskeméti kedvenc! Lipóci Csaba! Egy nagy tapsot a Katapult DJ-nek! De mi a pálya? Azt tudnám, hogy miért van az, hogy a csajok egy idő után a seggükre híznak. Ez miért van így? Tudom, a csajok csodálkoznak rajta, hogy a fasziuk elhagyják. Ez körülbelül olyan, mint hogyha a nő bajszot növeszt, vagy szőrös a lába. Csekkoljátok le a weblapunkat www.katapultdj.hu.